mindenekelőtt szeretnék gratulálni az Európai űrügynökségnek, hiszen ez egy gyakorlatilag 20 éve tartó projekt, ami még nem ért a végéhez, ezt fontos kihangsúlyozni, tehát gyakorlatilag ez nagyon fontos mérföldkő volt ez a leszállás, de még természetesen az adatoknak a gyűjtése és feldolgozása csak ezután fog következni, ezt nagyon fontos kihangsúlyozni. Nem szabad elfelejtenünk a magyar közreműködőket, nekik szeretnék mindenképpen gratulálni. Az MTA Energia Tudományi Kutatóközpontjának, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontnak, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek, valamint az SGF Kft. Minden résztvevőjének nagyon sok szeretettel gratulálok. Úgy gondolom, hogy ez történelmi jelentőségű, mind az ESA szempontjából, mind a hazai űrkutatás szempontjából. Ugye miért mondom ezt? A projekten gyakorlatilag 18 űriparilag fejlett ország dolgozott. Hogyha megnézzük, hogy a félé leszálló egységben összesen 8, akkor még inkább látjuk, hogy mennyire hangsúlyos a magyar közreműködés ebben a tevékenységben. Úgy gondolom, hogy most kezdődik az igazi munka, tehát jóval nagyobb források, jóval nagyobb projektek, vagy hát ehhez hasonló projektek nyílnak meg magyar cégek számára, azok számára, azon kutatóintézetek és cégek számára is, akik ebben a projektben részt vettek. Nagyon szeretnénk, hogyha ez a most körülbelül 40-es létszám, akik aktívan részt vesznek az űriparban, ez a létszám ez nagyon jelentősen tudna bővülni, és a jövőben hasonló sikereket láthatnánk mindannyian.